God, Illa, Jaguar Pro. Southern Cali, when I put my mind on it, time on it, ironic, I can spit a rhyme and make the fucking blind bomb. Sziasztok, gyerekek! Na, milyen idő van? Így van, Ben GTA 5, bitch! Kérdeztek titeket a Facebookon, hogy mit szeretnétek látni, hogy mit csinálják ebbe a játékba, és jött egy pár üzenet, jött egy pár lehetőség. Én meg úgy gondoltam, hogy oké, egyet-kettőt berakok, de van egy pár, amiről tudom, hogy van, de még sose láttam. Úgyhogy rakjuk ezt be, jó? Oké! Bang! Jaj, a Disconnected from Xbox Live, akkor update van. Jaj, de jó! Ezt downloadod, csináld, bazzeg! Remélem, jó vagytok, és hogy minden rendben van egyébként, gyerekek. Amíg ez update-elődik, addig én azt elmondanám, hogy sokan írtatok, és sokatoknak tetszett, ami nagyon meglepő a GTA 5 videó a legutóbbi. És ennek nagyon örülök. Nagyon köszönöm, gyerekek, szóval wow. Úgyhogy azért gondoltam, hogy csinálunk még egy hasonlót, oké? Sokan kértétek. Rengetegen írtátok, hogy isti tőzsdészhetsz, és akkor pénzt szerezhetsz. Na igen, ez így van, én ezt tudom, jól van ez a tőzsde cucc, de olyan lusta disznó vagyok, hogy nincs kedvem rájönni sem, hogy ez hogy működik. Szóval, ja, na, kezdjük! Pam 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 pam. Töltsél már! Na, betöltött gyerekek, úgyhogy szerintem kezdjük el. Az első hely, amit meg szeretnék tekinteni, az... Van egy ilyen cucc, hogy Big Orange, ami... Tulajdonképpen, ha jól veszem ki ebből a cuccból... Akkor az hol a francban van? Tehát ha jól veszem ki a dolgokat, akkor az első hely, ahol el szedik menni, az ott van. Ez egy Big Orange nevű cucc, ami elvileg valami hatalmas narancs akármi, és tulajdonképpen odamész és rálősz, akkor elvileg az legurul, vagy mi. Nem tudom. Tehát linkeltetek nekem videót, hogy nézzem meg, de az nem poén, ugyanis ha meg... Jaj, nem ezt akartam. Hogy kell zenét kivál... Hogy kell? De rég volt. Tehát, hogyha... Ha megnézem a videót, hogy mi a friend, mi az az adott easter egg, ami ugye van, akkor az úgy nem poén. Hú, ezt nagyon szépen megcsináltam, nem baj. Akkor az úgy nem olyan poén, értek? Hogyha látom, hogy mi az, akkor abban mi a vicc. Szóval azért mondom, hogy nem néztem meg, hogy ez hogy néz ki. Csak egy képet láttam sajnos, soha az is bőven elég volt, úgyhogy igazából ennyi. Úgyhogy nagyba toljuk in the city, ahogy azt ti emlékeztek is rá. Keep it rockin'. Úgyhogy nagyon faszák vagyunk még mindig. Shake it, baby! Ja, ja, ja. Úgyhogy egy srác kérdezte tőlem egyébként Facebookon, hogy mi az a szám, amit dúdolok. És akkor, hát megmondom őszintén, ez egy régi kis rap nóta. Nekem is el kell rajta gondolkoznom, hogy mi is ez. És akkor rajta átaláltam, hogy ez Tupac! Feed Dr. Dre, azt hiszem, és California Love. És nem tudom, hogy felejtettem ezt el. Jézusom! Nem mutassál! Nem mutogassál! Mi a franc ez? Na. Még... Na jó, álljál meg! Jó, nem neked van elsőbséged, igazából rohadtul neki volt, de ugye kit zavar, hát itt nem... Nem szarozunk mi itten! Jézusom! Megérkeztünk a putriba. Itt igazából nem élnek pénzes csótányok, tehát semmi. Igazából itt minden ingatlan a legolcsóbb egyébként a városban. Uh-huh. Igen, hát ez történik, hogy a szembejövő sávba haladsz folyamatosan. Semmi baj! Jó, nyugalom. Ó, viszont megnézhetünk egy nagyon gyönyörű sunsetet. Mert tényleg milyen szép egyébként, nézzétek meg. Wow. Hoppá. Na, elvileg lassan megérkezünk a helyünkre. Elvileg. Hát itt kiszállunk, aztán kész. És akkor, hát elvileg ez egy ilyen bolt lesz, vagy mi, amikor a tetején van egy nagy narancs, vagy mi a franc, vagy igazából nem tudom. Úgy is tűnt, hogy csöves az a Trevor, te jó Isten.
Szerencsétlen. Igazából nem tudom elképzelni, hogy ez a Big Orange, ez itt lesz a gazdag negyedben, tehát ki a franc akarna megnézni a Big Orange-et. Hoppá! Ez mi ez itt? Kis csatorna nyílás. Ott nem lehet bemászni, még a végén találok valami kis turpisságot. Nem, ott nincs semmi. Pedig az milyen poén lett volna, majd nem tervezem is, akkor ott van azért. Wow! Ezt a Big Orange-et maximum a városba tudnám elképzelni, addig a kocsidat, jól légy szíves. A kocsidat! Úgy milyen alacsonyan ülsz, gyerek, nem is látsz ki a kocsiból, nem neked való ez. Szállják ki gyorsan. Úgy van. Na, hát nézzünk, itt az úton végig megyünk, aztán nincs itt, akkor megyünk tovább, de miért ne itt? Tehát ide mutatta a térkép, direkt megnéztem. Oké, szerintem meg lesz. Kicsit rá kell segíteni, elég hülye jelöltem be, na mindegy, de jó helyen vagyunk, az a lényeg, szóval úristen, de gyors az autó, Jézus, nem is tudom irányítani. Nem baj. Úgyhogy... majd ott a másik oldalon fogunk tudni elmenni balra, és akkor ott megint balra, és akkor visszállt! Húha! Ez tiszta izé feeling, gyerekek! Visszajövőbe egy! Hol vagy, narancsocska, gyere le? Ott van! Wow, gyerekek, nagyon fasza! Ez az? Tiszta üvegtigris, mi ez? Kukák, juice stand! De jó! De rohadt jó! És ezt én még nem látni, ezt nem is látni úgy innen a városból, pedig tök komoly. Na és elvileg, hogyha erre te rálősz, akkor ez így elindul lefelé. Hogy ne! Rám esik! Igen, és mi? Ja, hogy arra! Ha? Aha. Fasza, nem? Így is lehet jönni egy hegyről? Nem kell szarakodni, jó? Tehát a következő, amire gondoltam, az... megnézzük a tenger alatti cuccokat. Egy párat összegyűjtöttem, van egy-kettő, ami ilyen jópofának tűnt. Csak ugye el kell menni a tenger altjára ér, mert ha nem muszáj, én cheatet nem használnék, bár nem is tudom, hogy lehet-e, vagy lehet, hogy csak idiót vagyok szokás szerint, de nem tudom, mindegy igazából. Ez a kocsi szörnyű. Azt kell, hogy mondjam. Katasztrófa. Na jó, hogy lemegyek jobbra, jó, aztán viszont általában sem fogok szorít szarakodni veletek. Jó volt. Kis közlekedési helyzet. Jézusom. Na! Hát nem volt rövid táv, basszus, gyerekek! Jó, kitaláltam. Na de! Most már semmi sem állíthat meg minket. Ez mi ez? Állatkák. Na, elvileg... Opa! Elvileg itt, ha minden igaz... Azt a rohadt! A disznó megeszi a testemet! Az aztán disznó volt a javából, gyerekek. Szegények tudta magát hordani. Elvileg itt kéne lennie tenger alatt járónak. Vagy nem. Jó helyen jövök, én is lejjék, én ott a lépcső. Gratulálok, István. Úgy van. Úgy essél be, bugoljunk be. Tök jó lesz. Na! És ezt meg kine vennem? Mint olyan drága lenne, de megvesszük, basszus, kit érdeke, persze! You have purchased the Sonar Collections dock. The business will assist searching the ocean around San Andreas for nuclear waste. Aha! Nagyon zsír. Jó! Oké, hát már azért megérte, tengeralattjáróért már megérte. Úgyhogy van tengeralattjárunk, ami tök faja. És hát akkor why not? Nézzük. Hűha. Egyszer vezettem ezt a tengeralattjárót őszintén eddig, amikor a függőtés azt kérte, tehát... igazából ennyi. Azt tudom, hogy kell ezt kezelni.
Follow the sonar blips for Trackify to locate nuclear. Ja, hogy mi most megkezdtünk itt egy questet? Aha! Oh! Beakadt! Te jó Isten, nem is emlékszem, hogy ez ilyen... Zé... Nem baj, elmünk azért a nuclear waste-tér. Remélem ezek itt egyébként aknák, azt mindjárt szétrobbanok a apró darabokra. Nem. Wow, gyerekek, ez tök komoly. Hogy én szerint miért nem próbáltam ki eddig? Tiszta hülye vagyok amúgy. Jó, nem baj! Váratlan dolog, elmegyünk a nukleáris szemétért, jó? Mert... sugárzó szemétért. Fertőző hulladékért, amúgy nem fertőz, lehetetlen, hogy fertőzzön, sugárzó... Mi sugárfertőző? Sugárzó hulladék? Nem is tudom, mi nukleáris hulladék. Hogy mondják ezt? Úgy mondják, nuclear waste, jó van. Az ott, alatt át akarok menni! Az alatt át akarok menni! A korall alatt! Nem is korall! Át akarok menni, de zsír! Wow, nagyon komoly, és hol van? Hol van? Valahogy van már a szemét. Ott az mind? Ilyen kis csárga táskában van nekünk itt prezentálva? Biztos, ami ziher, mi? És akkor most, és hogy veszem ezt föl? Mit csinálok vele? Aha. Jó, fasza, de mi? Ja, ha megvan, zsír. Nuclear waste collected. Plusz 23 ezer dollár! Tehát megvettem... Jó, igen. 2-300 dollár mennyi. Jó, gyerekek, nem sorakunk tovább. Jó, egy elég volt, oké. Na nézzük meg akkor, hogy... hogy mire is gondoltam én még itt. Elvileg van egy elsüllyedt UFO. Ha minden igaz, akkor az UFO valahol itt van. Tehát nincs messze. Basszus, ez nagyon kemény. Na, csak majd ugye el is kell tudni manőverezni itt a víz alatt, úgyhogy... De pont útba esik, ha jól látom, egy... Ez mi volt? Na mindegy. Ha jól látom, pont útba esik egy szemét is, úgyhogy felvesszük, why not? Úgyhogy... Fasza. Hát éppen közel azért nincsen egyébként, amit én el akarok itt elképzeltem itt, úgyhogy... tök mindegy. Ez mi a frász? Ez micsoda? Békanyál? Vagy hogy hívják ezt? Jaj, de jó, pont ott! Ott len! Hát, jó. Nem tudunk így direktbe süllyedni, csak így. Nem baj. Lemegyek érte, rohadjon meg, engem nem érdekel. Lehet, hogy abba a táskába, ami nem is táska, abba a tárolóba pont Rose-nak a nyaklánca van! Az óceán... szíve, vagy mi volt annak a neve? Az óceán gyöngye? Mi volt annak a neve? Tudjátok, amit Rose kapott a Titanicon az űrgéjétől, a beképzelt mocskos, milliárdos bunkó parasztól. A tenger szíve? Az óceán szíve? Valami ilyesmi volt, nem? Nem tudom, ennek a tengeratjának tiszta Titanic film feelingje van, ugye? Mert hasonlóban mennek ott is. Érted, nem mennek, de érted, de mennek, csak ugye kisebben, meg ilyen karjai vannak annak, ugye, hogy azzal tudják leszedni a cuccokat, lebontani. És ez mennyire fantasztikus. Az micsoda? Ez mi? Ne szívas! Ezt nem terveztem be, gyerekek! Azt a de rohadt komoly! US, minden! Hol a többi része? Ennyi? Ennyi? Igen, és akkor az volt, ez mi ez a csont itt? Nem is repülő darab akar lenni. Hol a... Most beállkodtam, hagyjál már! Ennyi a repülő, vagy mi? És az ott micsoda? Na várjatok, ott a repülő másik része? Ne! De komoly, széthullott a francba, de kemény! Belemegyek! Úgy belemegyek, mint a szar! Sokat nem fogok ott elérni, de ez nagyon komoly, gyerekek! Wow! Anyád! Tiszta para! És az ott mi lent? Az mi? Hova megyek? Az micsoda? És egy repülő darab? Az, ja. Vagy nem? Ez mi a szar?
Ezt nem tudom felismerni, de ez nagyon kemény, és ott repül, azt ott az orra, de kemény, úristen, de jól néz ki ez, gyerekek. Bele fog szorulni. Jó. Megvan a repülő. És ezt nem terveztem, ezt csak úgy random megtaláltuk véletlen. Nagyon kemény. Na, elvileg már nagyon közel vagyunk, csak ezek a sziklák itt, tiszta agyfarok az egész. És az FPS az úgy leesik, mint az állat. Ha. Hú, de rohadt mély, gyerekek, ez mi? De komoly ez! Azt rohadt! És... San Andreas, jó, köszönöm, de... az nagyon komoly. És akkor hol? Where is the UFO? Úristen, itt mi nyomás lehet már lent, gyerekek, azt a... Mi ez a... Mi? Warning approaching crash death! Mi bajod van? Mi az a crash death? Mi az a törés mélység? Catastrophic hull damage. What? Ha. Most meghalok? Oké. Nem találom az UFO-t! Egyszerűen nem találom. Lejjebb már nem mehetek, pedig azon a helyen van, ahova kiraktam a jelölőt. What the fuck? A következő az elvileg a szellem lesz. Ami, ha minden igaz, minden este 11 és éjfél között van ott. A helyén. Szóval, ha jók vagyunk, akkor el tudjuk csípni a kis... ribancot! Jó Isten. Go fast, go furious. It's like a dun 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 dun. Nem baj. Megoldjuk. Mi ez a sok kamion? Ez egy csalagút? Csalagút az ető út? Mi volt kiírva? Valami mond, akármi kell nekem, én is szerintem jó helyre megyünk. Te is oda jössz? Te is meg akarok találni? Ma majd én előbb találom meg. Úristen, világító torony, ne szívass, mint a körbe. Hidegrázást fogok kapni, gyerekek, ezt találkomolyan mondom. Föl kéne menni a tetejére, nem? Oda föl? Hogyan megyek oda föl? De megyünk egy kört, aztán majd lesz valami. Ez mi? Jézusom, már mindenhol ilyen szellemeket látok, már azt hiszem, hogy ez a... mindenhol az van. Hova megyek? Jó. Jó fele megyek? Oda kell feljutni, ugye? Ezt elég extrémen akarom megoldani, nem? Hát így, én oda föl nem fogok jutni így. Hogy lehet oda felmenni? Most autóval ez itt teljesen őrület. Jézus Isten. Nagyon hülye ötlet volt ez. Ilyen nagyon gyakori lehet itt ez egy autó. Oké, szia. Gyerekek, ez nem az én napom. És én erre akartam felmenni? Are you fucking kidding me? Eltartott orra egy darabig. Nem ez az a hegy egyébként.
nem is ez lesz amúgy. Lehet, hogy de. Jó, hát a szellemhez túl korán jöttünk, úgyhogy... Valaki mondta, hogy ebben a játékban benne van a Playboy villa. Amit... Nehezemre esik elhinni, hogy őszinte legyek, tehát az már tényleg nagyon durva. Hogyha még Hefner is benne lenne, komolyan mondom, agyfaszt kapnék. Na, elvileg érkezünk. Jövünk, Hef! Na, akkor tudom, hogy csak rám vársz. Trevorra! A csövesre! Na. Melyik volna az? Az ott! Vagy nem? Gyerekek, itt mindegyik, minden egyes épület egy villa, maradjunk annyiba, tehát... De még milyen kis pálya, meg minden... Ha... Ez valami egyetem? Vagy ez milyen szar? Ja, hát ez biztos, ez valami egyetem lesz, azt tuti. Hát lesz valami ide a baseball pályára, vagy nem tudom mi ez. Jó, de ez biztos nem a villa, maradjunk annyiba. Ezt nem hiszem el, hogy ez itt a Playboy villa. Ez volna? De nem. De ez akar lenni szerintem itt. Aha. Wow, de komoly. Hef! Hef, gyere elő! Megjöttem! Megjött az üzleti társad, szevasz Hef! A francba Hef! Hef! Gyere ide! Hef! Hef? Gyere ide, te rohadék! Hef? Hol vagy, Hef? Hef? Hef! Juhu! Hef, merre vagy? Így megmosom a hasam, jó, Hef? Ez az Hef. Jó, hideg a vized. Nézzük. Carmella? Nincs olyan nevű csaj, nem? Én nem tudom. Ó, te egy gágyi. Na, április, május, melyik vagy te? Ne szivass! Playboy csaj vagy? Dick! Hova mész, kisanyám? Nem vagyok elég vonzó neked? Nem elég vonzó az a fizimiska? Be lehet kopogni? Be lehet menni? Nem lehet? Jó, ki hitte volna? Igen, itt a alaksorban sem. Ja, és az kicsoda? Na te ki vagy, öregem? Ha Heffit téged meglát, levágja a herédet. Ezek szépségmániások? Mindig elhúz, ha meglát. Ott az a... Ribi... Na, még több ember. Kik ezek? Ki vagy te? Miért lép le mindenki? Ó, hello csajok! Csajok, kicsit leégtél, nem haver? Ezek is miért mennek el? Mekkora segge vannak a nőnek? Mi az a szikla? Nem elészeljetek itt, és inkább átmennek azon, átugranak azon a kerítésen, vagy korláton. Logikus emberek, jön már a rendőrség, jól van, garázdaság. Jönnek a tolvajkergetők. Hugh Hefneren elkövetett bántalmazás. Alapos gyanúja miatt. Milyen jó az a hely. Beszarsz. Wow. Ha. Hef. Ez mi ez a táska itt? Ez mi ez? Nem is táska, az egy boombox. Hef, beleszarok a vizedbe, jó? Jó, köszönöm a vendéglátást, Hef, jól éreztem magam. Máskor is szívesen fogadhatnál engem. Uuu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 
Most lehet ezt a szart már vezetni. Na jó, hát akkor a repülő marad, az nem tudom, hogy a francba fogok leszállni egyébként. Van nálam egy tőernyő? Szerintem van nálam. Legalábbis nagyon remélem, ha nincs, akkor úgy beszívom, mint az állat.
Na de már megy le a nap. 18.55, tök jók vagyunk. Ó, mint gyönyörű. Naplementébe szállunk fel. Na. Let's go! Gondolkozok azon, hogy bemutatok pár trükköt, de szerintem csak fel fog robbanni. Úgyhogy inkább hagyjuk, jó? Mondjuk, ez a szellem hogy néz ki, azt elképzelni nem tudom. De remélem, hogy nem jön nekem, vagy nem bánt, vagy ilyesmi, mert megőrülök. De belém harap, én itt rohanok, esik itt a gyerekek. Tehát... San Chianski Mountain Range. Köszönöm. Jó helyre jövök? Na most mi legyen, megpróbálom letenni a gépet, vagy mégis what? What should I do? Szerintem túl magas. Igen, itt voltunk, rendben, ez korrekt, rendben, oké. Okay. Zsír. És akkor most nekünk azt kell, hogy így, ezen az úton lejjebb menni egy kicsikét. Mondom, kicsikét, szavasz. Van rajta egy ennyi, van rajta egy ennyi! Geronimo! Úristen! Mit nyomok? Ne jövj meg! Hú! Úristen, még csak azt hiányzott volna, ez az. Jó. Akkor azért fegyvert bekészítem, mert én nem akarok itt tényleg itt a rohadást kapni, mert megőrülök. Na, és akkor megvárjuk ezt a gadget, hogy felbukkanjon valamerre. Egy srác, aki mindig kitűnt a tömegből. Egy srác a hangszóróból, egy a fülesből. Egy hang belőled, csak a lelkedből. Egy a múltadból, egy a jelenből. Egy srác, aki mindig kitűnt a tömegből. Egy srác a hangszóróból, egy a fülesből. Egy hang belőled, csak a lelkedből. Egy a múltadból, egy a jelenből. Aki mindig a föld felett járt pár fokkal. Aki mindig megértő volt másokkal. Aki soha nem akart csalódást okozni. Sokszor átverték. 10 perc és jön is a szellem! Na, fogalmam sincs, nekem az a tippem, hogy valahol ott lesz. Ugyanis a videó, amit néztem, az erre mutatja, arra nem hiszem, valahol itt a parton. 3 perc! 2! 1! Oh! De rohadt creepy! Úristen, kirázott a hideg, nézzük! Jézusom! Úristen, mi van odaírva? Ó, de gáz! Ó, kiráz a hideg! Jó, de creepy! Úristen, gyerekek, ez nagyon para. És mi van akkor, hogyha meglövöm? Nem lövöm meg, mert vártam eleget. Mi van odaírva? Jocs? Meddig mehetek? Most mit fog csinálni, hogy közt elmegyek? Úristen. Hát lőhetem igazából, semmi nincsen. Meddig mehetek közelebb? Aha, hogy már kezd eltűnni? De nem, mert ha rácélzok, de így eltűnik, nézd. És ha rácélzok, akkor meg ott van. De mi van odaírva vérrel? Úristen, ne! Tök ki vagyok ettől. Mi van odaírva? Jocca. Jack! Jocca! Igen, Jack Dawson? Úristen. Ez lehet, hogy rossz szelleme. Jack! Megígérted, hogy együtt törekszünk meg? Ez nagyon beteg, gyerekek. Na jó, hát ennek örömére akkor... Valamint még mondtuk egy olyat egyébként, hogy keressem meg egy bizonyos autót, illetve kettőt mondott az illető, aki mondta, hogy mit csináljak. Tehát, hogy fújj csak ki az orrot, persze, gyönyörű. Tehát, hogy mit csináljak. És ugye volt egy Bugatti Veyron is, és megyek át az úton, most are you serious? Úgy elcsaptak, mint a húzat. És akkor, hogy keressem meg azt a Bugattit. Na most azt fogom csinálni, hogy én nekem be van jelölve, hogy hol van a Bugatti. Legalábbis körülbelül nagyjából sat per kb. A Bugatti, úra messze van. Az tulajdonképpen 1, 2, 3, 4, 5, igen, és akkor...
itt van lent a sarkon valahol. Itt elvileg. És akkor most azt csináljuk, hogy bejelöljük neki a waypointot, és ugye full ingyen van, és akkor ugye skip. Nem akarom végignézni! Na, megérkeztünk, és elvileg valahogy kell lenni annak a rohadt luxus Bugattinak valahol. Aztán majd kiderül. De... nem tudom. Tehát itt most elméleti síkon beszélünk egyébként. Na mindjárt kiderül, elvileg megvan a Bugatti Veyronunk, ha minden igaz, aztán mindjárt kiderül, hogy... hogy most ez igaz-e, vagy csak, hogy most nem tudom, tehát elvileg itt fog parkolni, de... nem így. Most... megörülök, bazd meg, nincs itt. Na hát gyerekek, elvileg itt kéne lennie szemben, itt szokott parkolni. Hát nekem ez most nincs itt, gondolom, hogy több alkalom, vagy következő alkalommal itt lenne, mindegy, elvisszük ezt, és akkor... és akkor ezt feltuningoljuk, hogy... mert hogy ezt mondtátok, hogy csináljam, úgyhogy megnézzük. Hol lehet ezt vinni, tuningolni? Pont ide, nagyon jó. Úgyhogy kész. Melyik a jobbra? Most melyik? Fönt. Autóhozott írja, és tűje. Mi van veled, István? Ó, állok. Customs, oda állok, hozzánt az Customs, jó. West Coast Customs, bitch! Na, hogyha mondjuk lenne egy kis összem, akkor Michael-le jöttem volna helyett, hogy hívják a négert? Mindig elfejtem. Tök minden is annyi pénz, mint a franc. Jó, armort nem. Nézzük Bumpers-t. Ennyi? Hát fantasztikus. Engine. Jó, azt felkorjuk viszont a maxra. Úgy is van. Exhausts. Tök mindegy. Hood. Wow, nagyon komoly tuningok vannak itt. Kit izgat. Lights. Jó, van ilyen Xenon. Plate. Teljesen mindegy. Legyen ez a fekete, mert nagyon szexi, és akkor mondjuk respray. Classic, metallic, metals. Legyen matt. Boy! Legyen matt, és így, nagyon jó. Gyönyörű, nem? Hát ezt a kocsit speciál nem lehetett túlságosan tuningolni, tehát nem volt valami nagy szem, de jól néz ez így ki. A motort azt felnyomtuk maxra, úgyhogy... úgyhogy tök lassú még mindig, úgy érzem. Ugye a második alkalommal össze is fogjuk törni, figyeljétek. Tök jó lesz. Ennyi gyors volt mi? Na srácok, ennyi lett volna a mai GTA 5. Hát megpróbáltam azokat csinálni, minket eddig. Eddig a pucérfalú viszi a pálmát egyértelműen, tehát a füstli mennyiség ott borzasztóan túltengedsz, ha legközelebb oda megyek, akkor viszek mustárt is. Na, köszi gyerekek, sziasztok! Ez mi?